A cílegyeneshez ért a készülődés, ezen a hétvégén rendezik a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat. Az utolsó pillanatok feladatairól és a hétvégén várható eseményekről Környei Bence beszélget vendégével. Így van Gyula is ott a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a csapatok szépen lassan most már belakják a Hungaroringet, megérkeznek, a versenyzők is részt vesznek az ilyenkor szokásos sajtóeseményeken, kötelező megjelenéseken. De a szervezők részéről hogyan néz ki ez az utolsó pár nap, amikor tényleg a célegyenesbe érkezik a magyar nagydíj? Hát természetesen az elmúlt hónapok, vagy inkább ik azt mondanám, hogy az elmúlt egy évbe, hiszen a 22-es futam után rögtön elkezdjük árulni a jegyeket a 23-as futamra, és gyakorlatilag elkezdődik a felkészülés a következőre. Azt hiszem, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy újra teltházas látogatókat fogadjunk, és gyakorlatilag tényleg december végén az ülőhelyek elfogytak már. Próbáljuk nyilván az utolsó pillanatokban is még talán az állóhelyeket értékesíteni, napi jegyeket, amik megmaradtak, illetve hát itt az utolsó hétvégén ez már a sportdiplomácia része, hiszen szeretnénk végleg, véglegesíteni azt a fajta szerződés hosszabbítást, amiről már régóta beszélünk. Miben kell esetleg megállapodni még a Forma 1-es közvetítési jogokat birtokló Liberty médiával ahhoz, hogy szerződés hosszabbításról beszélhessünk majd esetleg a hétvégén, ugye amikor ide jönnek és körbenéznek a Hungaroringen, láthatják azt, hogy hónapok óta már zajlanak a fejlesztések, tehát látják, hogy komoly a szándék. Igen, ez egy nagyon jó döntés volt, hogy a fejlesztések, a nagy fejlesztés megelőzéseként ugye közművek rendbetétele elkezdődött, illetve a bejárat és a műveleti operatív központ felújítása és a újjáépítése megkezdődött. Ez egy óriási bizalmat adott a Liberty felé, hogy most azért ezt biztos, hogy komolyan gondoljuk, és tényleg megérett a pálya, Rengeteg olyan része van a pályának, ami elavult, 130 hektáron fekszik. Magyarország legnagyobb sportlétesítménye gyakorlatilag minden elemében, ami 1985-ben épült, elavult és nem felel meg az FIA-nak, a, a kézikönyvének az előírásának. Úgyhogy gyakorlatilag az az igazság, hogy a bizalom megvan. Kis apró részleteket kell tisztázni még itt holnap, a holnap utáni napon, és akkor remélhetőleg a hétvégén. Pontot teszünk ennek a hosszú tárgyalássorozatnak a végére. Ezekből a fejlesztésekből, újításokból tapasztalhatnak-e, láthatnak-e bármit majd esetleg az ide látogató szurkolók? Hát egyelőre annyit láthatnak, hogy az építési terület az helyre lett állítva, tehát a munkagödörök belettek fedve, és itt alapvetően ez, ez az egyik legnagyobb probléma ugye a fejlesztés kapcsán, hogy hogy lehet úgy építkezni, hogy minden évben tudjunk futamot is rendezni, tehát ugye lebontani is kell épületeket, föld alá is kell menni de szeretnénk ragaszkodni ahhoz a hagyományhoz, hogy nem szakad meg az a világsorozat, amiben én, mi nagyon jók vagyunk, ugye Monza után a másodikok egyfajtában, hogy form 1-es futamot rendezünk, minden évben meg szeretnénk rendezni, hiszen a Magyarország egyik legnagyobb sportturizmust gerjesztő tevékenységéről van szó ha már ez szóba került, ugye említette, hogy már december-január környékén elkeltek a jegyek vasárnapra, várhatóan nézőcsúcs is dől majd a hétvégén. Minek köszönhető, hogy a Magyar nagydíj évről évre ennyire népszerű, és hát nyilvánvalóan nem csak a magyar forma egy szeretők körében, hanem a külföldiek körében is. De a legfőbb, legfőbb faktor, ami, ami gerjeszti, az természetesen az, hogy hogy áll a világsorozat, illetve az, hogy a jogtulajdonos milyen erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy ezt népszerűsítse. Magyarul lefordítva, mondjuk a Netflix sorozat mennyit hozott ez a... a a forma egy világának, illetve az egyéb olyan hollywoodi produkciók, amikről ugye hallunk és nálunk is folytatják a forgatást. Tehát ezek a dolgok ez, ezzel az anyagi háttérrel és ezzel a média háttérrel elképesztő változást hozott az F1 világában, ez a promóterekre is hat. Nagyon sok promóter elégedett, hiszen eladja a jegyeit, bár akik. A második faktor ugye a jegyeladási stratégia, amiben szerintem mindig nagyon jó pont voltunk, Uh, úgyhogy uh, önmagunk dicséretét ne bízzuk másra, úgyhogy ez, ezért azért ezt ismerjük el, hogy, hogy uh, ezt jól tettük az elmúlt időszakban, és remélhetőleg a jövőben is, úgyhogy nyilvánvaló, hogy most egy felfelé szakaszban van a Forma egy világa, jönnek létre amerikai pályák is, ugye például a Liberty Media saját pályába investál Las Vegasba, saját telken, saját pályát, tehát ő maga lesz a promóter, ez is mutatja azt, hogy mennyire bízik ebben az üzletben. Ugye idén a, a belgák kérésére került egy kicsit hamarabb a naptárban a, a magyar nagydíj, illetve jövőre olimpiai megnyitó is lesz nagyjából ekkortájt, tehát hogy nem feltétlen a nyári szünet előtti utolsó verseny idén, illetve jövőre a Magyar Nagydíj, de mindenképpen szeretnének visszakerülni ebbe a szerepbe. Ennek mi a jelentősége? Miért fontos ez, hogy a Magyar Nagydíj legyen az utolsó futam a nyári szünet előtt? Igen, idén speciális helyzet volt. Idén a belgák kérésére cseréltünk, jövőre pedig a mi kérésünkre cseréltünk. Ez, ez Mi szerettük volna elkerülni az olimpia megnyitóját, illetve az első napokat, akár a vívó Vívóverseny. Azt gondoljuk, nem azért, mert hogy nekem ott kell lenni mind a két helyen, mert a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is vagyok, hanem azért, mert mert szerintünk ez nagyon üti egymást a kettő, és szerettük volna, szerettük volna az olimpia előtt a futamot letudni, ezt, ezt most kölcsönösen leboltoltuk a, a belgákkal, de nyilvánvaló szerintem nagyon fontos az, eddig nagyon jó hagyománya volt, hogy a Holiday Grand Prix nálunk volt, és utána három hét szünet következett. Ez azért is jó volt, mert nagyon szerettek a pilóták vagy a csapatok is itt maradni, néhány napot még Magyarországon, Budapesten vagy a Balatonnál eltölteni, hiszen remek helyszín. Esetleg elnök vezérigazgatórnak mennyire van ilyenkor ideje figyelni a versenyét végét, az eseményeket, nehogy hogy Isten mondjuk élvezni is a magyar nagydíjat élvezni semmiképpen, tehát az élvezet inkább kizárva, az élvezet az, amikor vége van, és mindenki hazament, és, és, boldogok vagyunk, hogy túl vagyunk a versenyen. De természetesen én bízom abba, hogy mint az elmúlt években volt valami fajta unikum, volt valami fajta meglepetés a mi pályánkon. Most sokat, sokan mondják, hogy a Up-en annyira dominál, hogy, hogy nem jó ez az f nek természetesen érdekes így is, és nagyon változatos versenyek vannak, de én bízom benne, hogy nálunk mindig van valamiféle extra ezen a pályán. Régen sokan mondták, hogy nem lehet előzni, unalmas vonatoznak, de az elmúlt tíz évben nagyon sok olyan futam volt, amikor az évfutama voltunk, mindenféle szempontból érdekes volt akkor félig meddig meg is válaszolt az utolsó kérdése, mert hogy milyen verseny hétvégére, egészen konkrétan milyen futamra számít, ön szerint akkor most is benne van valamilyen fajta meglepetés. Benne, benne, és remélem Alonso nyer. Hát akkor legyen így, kíváncsian figyeljük majd a, az eseményeket. Gyulai Zsoltnak nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.